Kérdezték néhányan, hogy nem csináltam most az elmúlt néhány hétben videót, és kérdezték, hogy miért nem. Hát euh, gondoltam, igaz, jogos, hát valamit mondani kéne, hogy miért nem. Hát annyi a lényeg, hogy most lesz, vannak egy ilyen kisebb-nagyobb változások, és kicsit bővíteni fogok, hogy nehogy már ilyen maximálisan 720-as videót tudjak csinálni, vagy mit tudom én, egy, egy minőségebbi játékról 480-ast. Úgyhogy bemutatom nektek most jelen pillanatban a GFF író, de Hát, hát uh, igen, elég szánalmas állapotban van. Uh, igen, tehát jelen pillanatban így néz ki a munkaasztal. És így néz ki a számítógép. Tehát csak egy kicsit olyan ám, ám, úgy van kibelezve, nem, nem Itt, a fantasztikus alaplapom. Ez, ez ezzel dolgoztam idáig. Hát, uh, így egy tenyerem nagyságából szerintem észrevehető, nem, nem, nem tudom kinyújtani, de szerintem sejthető, hogy mekkora a tenyerem, meg hogy mekkora az alaplap. Tehát nem, nem egy, ja igen, így jogos, de hülye vagyok, nem látszik, hogy fáradt vagyok kicsit Hát, igen, jelen pillanatban ezzel dolgoztam, és most vásároltam egy új alaplapot, most már csak be kéne szerelni. Úgyhogy ilyen, fantasztikus cuccok található meg itt az asztalon, hát mind, minden, amire, minden, ami kell, tehát, tehát cigaretta, mert az, az, mindig kell, fantasztikus dolgai megyik Hát, az is kell. Nem mindegy, ilyen, csavarhúzó, mint hallottátok, ott volt, ott hozzá csavar, kontaktlencse, jó, és igen, az én kis szerelmem, ez egy gigás videókártya, ezzel dolgoztam mostanában. Megpróbálok egy kicsit fényhez jönni. Igen, úgyhogy jelenleg ezt a videókártyámat használom. Hát igen, itt lehet látni, hogy a fűtés igazából szerintem azért sejthető, hogy nem pont ilyen volt. Itt kicsit meg lett mókolva, ugyanis nem igazán fért bele a házba, ugyanis innen így a legvégétől ideig az aljáig kellett érnie, és hát hát ez... Eh, nem. Tehát le kellett csípni belőle. Hát a vasfűrész azóta is jobb rátom. Úgyhogy, jó, ott egy kis elem, meg, meg, a gamepad, meg mit tudom én, tehát így, így, így... Van még söröm. De jó. Ezt jó tudni. Fontos megjegyezni, sose felejtsd, de ha van söröd, boldog az élet. Úgyhogy ezen a monitoron dolgozok meg, azon a monitoron dolgozok mostanában, ugye azon a monitoron visszanézem, ezen megcsinálom. Ezzel a kis vocak kamerával dolgozom, hát igen, ezt lehetett látni, amikor ilyen azt a segítségkérős izé videómat csináltam, amit itt fölül majd lehet látni. Azt már ezzel a spotlightos webkamerával csináltam, amit nagyon hirdettek, hogy fú, milyen gyönyörű képet csinál. Aztán szokás szerint megint beleszaladtam a hülyeségembe, hogy nem olvastam el a papírját, aztán kiderült, hogy hát ilyen 640 x képet tud csinálni, egy fantasztikus volt, így, így, így ekkorába húzott le, és ott pont, pont, úgyhogy, úgyhogy ilyen fantasztikus dolgok vannak jelen pillanatban, hát igen, tehát belegondolva, így így ennyi, ez itt a sötét rész, ugye itt mordor, úgyhogy, úgyhogy jelenleg így néz ki az iroda, úgyhogy, Hát igazán, sok mindent nem tudok most mondani, ez tényleg csak egy ilyen kis, kis ilyen kis bemutatkozó videó volt, hogy hol szokásom dolgozni, és, és sajnálatos módon most, most, csak az átépítést tudom mutatni. annyit tudok mondani, hogy mostanában, ha elkészül az új gép, akkor nagyon minőségi videóim lesznek, tehát az 1080 és lehet, hogy jönnek az 1080 60-as FPS-es videók, ha nem, akkor egy ilyen 48-50-esek biztos, hogy fognak jönni, mert azért most úgy belenyúltam a zsebembe, úgyhogy, úgyhogy, hát igazándiból ennyit akartam elmondani, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztetek, Hát igen, a szokásos szöveg, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint, hogyha eddig nem tettétek meg most, akkor tessék feliratkozni a csatornámra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és remélem, hogy vártok. Sziasztok!